Idén februárban kezdték meg a gyümölcsös ültetvények összeírását Magyarországon. Az adatgyűjtés kétfordulós volt, februárban a gazdák online nyújthatták be adataikat, míg márciusban és áprilisban adatösszeírók látogatták meg a gazdákat. Az előzetes adatok alapján almát termesztenek a legnagyobb területen országszerte. 73 ezer hektárnyi gyümölcsös területet írtunk össze, ennek az 53%-án almát, illetve meggyet termesztenek. Az alma esetében azt jelenti, hogy 25 ezer hektáron folyik az alma termesztés, a megy esetében pedig 14 ezer hektáros területről beszélhetünk. A harmadik legjelentősebb gyümölcsfajunk egyébként a dió, itt 7 ezer hektáros területről beszélünk. Az mutatkozik az adatokból, hogy az alma terület az elmúlt időszakban csökkent, mintegy 5 ezer hektárral, ugyanakkor a dióé és emellett még egyébként a bodzának a területe is megnőtt. A KSH felmérte még a gazdák későbbi szándékait is. Ez szerint 17 ezer hektáron terveznek telepítést, illetve 12 ezer hektáron kivágást, így Magyarországon a gyümölcsös terület 2022-ig 5 ezer hektárral nőhet, és ebből 3 ezer hektár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében várható. Ezáltal az aktuális megyei 27 ezer hektár gyümölcsös mintegy 10%-kal növekedhet. Az alma az dominál, tehát a megye gyümölcsös területének több mint a 60%-a alma, a megy részaránya az 14%-ot jelent, és a többi gyümölcsfaj ennél kisebb részarányú. Ugyanakkor számba kell venni azt is, hogy a megyében rendkívül nagy kiterjedésű gyümölcsös területről beszélünk, tehát ilyen szerkezeti eloszlás mellett az ország alma területének közel 7 tizede, a megy területének 3 tizede, a dió területének 4 tizede itt található. A cseresznye, a kajszi területekből is egy jelentős 20-30% körüli arányal részesedik a megye. Az összeírás feldolgozásának végeredménye nyár végére várható, de a KSH szerint túl nagy eltérés nem várható az előzetes adatokhoz képest.